Örömmel és büszkén nyugtázhatjuk tehát, hogy a magyar kultúra hazánk egyik legkelendőbb exportcikke. Kulturális értékeink mellett a külföldi magyar intézetek hálózatára is joggal lehetünk büszkék. 22 ország 24 városában tudunk működtetni kulturális intézetet. Érdemes erőfeszítéseket tennünk a kint dolgozó vagy tanuló honfitársaink közvetlen eléréséért, megszólításáért, hogy az anyanyelvük és az identitásuk iránti kötődésüket megerősíthessük. Magyarország kulturális téren nagyon erős, kulturális kisugárzása, potenciálja lényegesen meghaladja mind gazdasági, mind politikai erejét. Gazdag kultúrájú, kultúrateremtő és egyben kultúra közvetítő országként tart számon minket a világ, és erre alapozva kell nagyon tudatosan építkeznünk. Ez az év azért is különleges, mert az intézményesült kulturális diplomácia 100. évfordulóját ünnepeljük. A 24 külföldi magyar intézet és mi itt a központban sokszínű és rendkívül gazdag programkínálattal igyekeztünk bemutatni az elmúlt 12 hónapban a magyar kultúra legjavát külföldön. Ebben a korábbinál nagyobb mértékben voltak a segítségünkre a magyar külképviseletek, amelyekkel immár szervezetileg is együtt jelentik a külföldi magyar intézetek a magyar kulturális diplomáciát. Kiemelkedő jelentőséggel bír maga Hudesz Lászlóról szóló építészeti örökségét bemutató könyvünk, amely 250 oldalas exkluzív fotóalbum. Azért olyan nagy dolog ez a könyv, ugyanis Hudesz László több mint 100 épületet tervezett Sánkhájban. Ő 18-ban érkezett meg Sánkhájba, és 47-ben hagyta el az országot. Számomra nagyon fontos a könyvkiadás, tehát mind irodalom, mind történettudomány, mind művészet terén könyveket támogat. Az elmúlt két évben 17 könyv jelent meg török nyelven, amelyeket vagy mi adtunk ki, vagy mi támogattunk a megjelenését. Ezen kívül a magyar emlékeket is ápoljuk, tehát rodostói, izmiti és kütakjai múzeumokban rendszeresen jelen vagyunk, és próbáljuk ápolni a magyar menekültek emlékét. Szabó Magda emlékév kapcsán létrehozott kétnapos programunk, amelyben Szabó Magdának az irodalmi munkásságát nem hagyományos eszközökkel mutattuk be az olasz közönségnek, tehát nem könyvbemutatót tartottunk, hanem egy kortárs képzőművészeti villámkiállítással, egy zenei koncerttel, illetve olasz és magyar írónők beszélgetésével emlékeztünk meg, illetve nem is megemlékeztünk, hanem hoztuk valahogyan diskurzusba az olasz közönség számára Szabó Magdát és az ő munkásságát. Egy borászati szakrendezvényt bonyolítottunk le francia, olasz, illetve német együttműködéssel. Megható volt azt látni, hogy bár különbözőek vagyunk, de Dijonban ugyanúgy könnyeket hullató boros gazdák próbáltak védeni a szőlőiket, mint ahogy ez nálunk történt Villányban vagy Szekszárd környékén. Készítünk és mindjárt befejezzük egy játszótér Varsó központjában, egy magyar játszótér rendje gyerekeknek, ahol hát egyrészt fából készül minden játékelem, másrészt pedig magyar szentekről és magyar királyokról vannak elnevezve egyes játékok, és mindegyik szent vagy király kötődik a lengyel történelemhez is. Számos nemzeti vagy adott kultúrkörhöz kapcsolódó filmnap, filmfesztivál, premier, illetve vetítéssorozatnak adunk otthont, többnyire társszervezőként a kultúrintézetekkel, diplomáciai képviseletekkel, vagyis az önök által képviselt intézetek budapesti megfelelőivel. A nem a multiplex moziknak szükségük van az egyedi tartalmakra a közönség megszólításához, tehát ideális partnerek az intézetek számára. Több mint 100 milliárd forintnyi pénzt hoznak ide a külföldi filmek, amelyek itt forgatnak Magyarországon, és nem csak a magyar stábok jó hírét viszik, hanem Magyarországot is, Magyarország imidzsét is hirdetik és viszik a sztárok és a stábok. Egyre több filmforgalmazó keres meg bennünket, hogy magyar filmek kerüljenek moziforgalmazásba. Azt próbáljuk meg elérni a filmpolitikába döntést hozók körébe, hogy legyen akár olyan forrás, ahol koprodukciókkal lehet pályázni.